1901-ben 6 épületben és 4 orvossal kezdte meg működését a Fejér megyei Szent György Kórház. Ma több mint 400 orvos dolgozik a kórház 64 épületében. Nagyon fontosak a tradícióink, a múltunk. Visszahozni a Szent György Kórházba az elkötelezett gyógyítás csodáját, így fogalmazta meg az intézmény hitvallását dr. Csernavölgyi István. A Székesfehérvári Kórház főigazgatója a megállapodás aláírása kapcsán elmondta, évtizedek óta kiemelkedő szakmai színvonalú munka folyik az intézmény falai között. Megpróbálunk olyan programokat kidolgozni az intézmény falain belül is, ami tartatja a dolgozókat. Ez az a bizonyos társprogramunk, amikor ugye nem külső bevételből, nem OF finanszírozásból támogatjuk a hallgatóknak, legyen szakdolgozó, orvos, rezidens a képzését, a kongresszusokon való részvételét, hanem saját bevételeket fordítunk erre. Az elmúlt évben 40-en lettek ez irányban díjazottak. Magyarországon a felsőoktatásban a fiataloknak mindössze 6,4%-a választja a reáltudományokat, és közülük is sokan hagyják el az országot, mondta el a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának dékánja. Mivel a cél az, hogy ezeket a fiatalokat itthon tartsák, nagyon fontos, hogy kiváló színvonalú oktatást nyújtsanak számukra. Dr. Miseta Attila szerint ehhez járulhat hozzá a Fehérvári Kórház és a Pécsi Egyetem között aláírt megállapodás. Székesfehérváron egy nagyon jó színvonalú kórház működik, és hát számos olyan tanítványunk van, aki amúgy is Fejér megyéből származott el. Nyilvánvaló, hogy számukra egyfajta előnyt jelent, hogyha itt folytathatják tanulmányaik egy részét. Mostantól folyamatosan várja a Pécsi Egyetem hallgatóit a Fejér megyei Szent György Kórház, a következő tanévtől pedig már csoportok is érkeznek a Fehérvári Oktatókórházba gyakorlatra és elméleti képzésre.